Az idén nyáron 12. koncertjét adta a Penge Benge Jazz Band Kecskemét főterén vasárnap este, melynek sztár vendége Szulák Andrea volt. Tormási Attilát, az együttes alapítóját a közös, vidám muzsikálás hiánya ösztönözte arra, hogy a veszélyhelyzet elmúltával, zenész barátaival közönség előtt is játszanak a főtéren. Nagy sikert aratott ez a kezdeményezés, hiszen a formáció június 6-a óta 12 koncertet adott. Így nekik köszönhetően New Orleans-i stílusú utcazenével és tánccal telt meg minden szombat este Kecskemét főtere. Ennek megkoronázásaként tartotta az együttes évadzáró fellépését vasárnap este, ami egyben a híres napok záró napja is volt.